Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai adásunk főszereplője ismét a jog lesz. Nagyon izgalmas témát fogunk most átbeszélni, ez pedig nem más, mint a bosszantó szomszédok. Ebben szakértő, beszélgető partnerem Kovács Krisztián jogász lesz ismét. Üdvözöllek, Krisztián! Szia, Szilvi! A bosszantó szomszédságról beszélünk, nekünk mindig Arany Jánosnak a Fülemüle című műve jut eszembe. Ugye a rossz szomszédság, török átok, Péter és Pál esete, viszont ez hogyan viszonyulhat meg a mi hétköznapjainkban? Érdekes dolog, ugye a legtöbb ember nem jön ki a szomszédjával, ezt tapasztaljuk. Külön szerencsére szerintem aránylag konszolidált a helyzet, ugye aránylag kevés szomszédunk van, mert többnyire családi házak vannak, tehát annál kevesebb embert lehet utálni, mondhatjuk így is. Kivéve egy lakóparkban, az elég. Kivéve a lakóparkban, de nekem ez teljesen meglepő és örömmel fogadom, hogy itt úgy veszem észre, hogy a lakóparkban jól kijönnek egymással az emberek, remélhetőleg ez átterjed egész Üllőre. De hát ugye tipikus hétvégeken fűnyírás, vidéken ugye mindig megy a köszörülés, az embernek vannak kutyái és a többi. Tehát vannak egyébként problémák egymással, ami furcsa, hogy ez a bíróságokon nem nagyon csapódik le, tehát aránylag kevés a birtokvédelmi tárgyú ügy, illetve a jegyzői megkereséseknek is alacsony a száma. Az a másik oldala ennek, hogy bár a számuk az alacsony, nagyon lassan zajlanak le ezek az eljárások. A bíróságok oldalán van egy ilyen kereső, ahol be lehet írni az ügycsoportot, milyen tárgyügy és melyik bíróság. Erre kiad egy körülbelüli várható befejezési határidőt az eljárásnak. Itt Üllőn, ugye Monorhoz tartozunk, egy átlagos birtokvédelmi per a kereső szerint körülbelül 2 év alatt zajlik le. Ez azért furcsa, mert a birtokvédelmi ügyek általában mind jogilag, mind pedig ténybelileg egyszerű megítélésűek. Nekem itt az a személyes véleményem, hogy valójában azért tart sokáig egy-egy eljárás, mert tekintve, hogy ez úgynevezett sommás eljárás, így nevezzük, nem kell jogi képviselőt igénybe venni, nem kötelező, úgy mondom. A felek maguk mehetnek a bíróságra, és itt elég sokáig tart, amíg megértetik mind egymással, mind a bírósággal, hogy mit is szeretnének, illetve visszaforgatva a bíróságnak is nehéz elmagyarázni, hogy nem az érdekli a bíróságot, hogy korábban mik történtek, hanem csak az adott jogvita. Ezzel szokott a probléma lenni, és hát nyilván ez az eljárások elhúzódásához vezet. Viszont ezáltal az idő alatt az elég sok minden történhet. Tehát mégis hogyan oldódik meg ez a konfliktus, hogyha nem minden eset jut el a bíróságra? Igen, a bíróságoknak ez rendszeresen visszatérő problémája. Egyébként nem feltétlenül a birtokvédelmi ügyek tartanak a legtovább, de mindenféleképpen én azt mondanám, hogy dobogósok. Tehát egy 2-3 éves eljárási határidővel azért minden típusú perre lehet számolni. És pont ez az a gátja szerintem a bírósághoz fordulásnak, hogy az emberek nem nagyon tudják felfogni azt, hogy 2 év múlva itt hoznak egy ítéletet, ez már elkésett minden esetben. Igen. Ilyen módon szerencse, hogy a birtokvédelmi ügyekben nem csak bírósághoz lehet fordulni, hanem el lehet menni a jegyzőhöz is. Ugye Magyarországon van körülbelül 3000-3200 település, mindenhol van vagy önálló jegyző, vagy pedig körjegyzőség, tehát a jegyzőhöz el lehet menni, kérni lehet birtokvédelmet. Ez annyiból is jó, hogy egyrészt olcsóbb, néhány ezer forintos illetékbélyeget kell megvásárolni, és egy egyoldalas formanyomtatványt kell kitölteni. Ez egyébként nem is bonyolult, gyakorlatilag abból áll, hogy meg kell jelölni, hogy ki ellen kérjük, és mi, milyen okból kifolyólag magát ezt a birtokvédelmi eljárást. A jegyző az körülbelül 3-4 héten belül legrosszabb esetben tud dönteni, és ez a döntés ez végrehajtható is, még akkor is, hogyha bíróságon megtámadják. Tehát ez helyben van, gyors, egyszerű, van mondjuk persze nyilvánvalóan olyan eset is, mikor a jegyzői birtokvédelem is túlzottan lassú. Egy ügy jutott ezzel kapcsolatban eszembe, saját praxisban történt meg. Szomszédok, ugye ahogy az lenni szokott, az egyik szomszéd nagytestű kutyákat tartott az ő saját házában. Egyébként kultúráltan meg volt oldva, a kutyáknak az ellátása, jó nevelt jószágok voltak. De ugattak. Ugattak, nem is ez volt velük a legnagyobb gond, igazából az volt a problémája a szomszédnak, hogy ezek túl nagy testűek, és egyszer át fognak menni, és szét fogják őt tépni. Ja, értem, tehát a félelem volt. Hát a félelem, ezt úgy próbált áthidalni, hogy az egyik reggel arra ébredtek a szomszédok, hogy ő bizony elkezdte bontani a őket elválasztó kerítést, mondvá, hogy ez a kerítés nem elég biztonságos, át fognak menni. Hát ilyenkor ugye elég sok mindent gondol az ember, tenni viszont annál kevesebbet tud, egyébként egy ásóval és egy sákánnyal bontotta a kerítést. Hát próbálták jó belátásra bírni, de hogyha azt mondom, hogy akkor jó, forduljunk a jegyzőhöz,
ugye elszaladok először a postára, veszek illetékbélyeget, beszaladok az önkormányzathoz, leadom a papírt, lehet, hogy benn sincs a jegyző, de akkor is közölni kell az idézést, tehát 3 héttel később túl sokat nem tudunk kezdeni azzal, hogy el van bontva a kerítés. A kompromisszumos megoldás született, kihívták a rendőröket. A rendőrök megkérték egyébként a nénit, hogy hagyja abba. Ő abba is hagyta, és hát ilyen módon oldódott meg ez a probléma. Akkor ezek szerint a rendőrség is intézkedhet ilyen ügyekben? Nem, a rendőrség az nem tud intézkedni, mármint hogy jogszabályi alapja nincs az ő eljárásuknak ebbe a tekintetbe. Ugye ez egy birtokvédelmi ügy, a rendőrség pedig szabásértési és büntető ügyekben jogosult eljárni, ott van intézkedési jogosultságuk és kötelezettségük. Ilyen polgári ügyekben nem jogosultak eljárni. Énkor többnyire az szokott ugye lenni, hogy kimennek a rendőrök a helyszínre, és lehetőleg mind a két felet elkezdik fenyegetni, aztán valahogy így csendesen megoldódik az eljárás. Az a Jobbik esetén azt mondom, és mostanában egyébként már pozitívak a tapasztalatok, hogyha a rendőr tudja, hogy nincsen jogköre egyébként intézkedni, hogyha nem valósult meg bűncselekmény. A régi reflexek azok természetesen élnek. A másik gyakori eset az ide kapcsolódik, amikor szintén ki szokták hívni a rendőröket olyan helyzetben, amikor nincsen jogosultságuk intézkedni. A szétment pároknak az esete, amikor is ugye a lakcímkártya alapján mind a kettejüknek ugyanaz a bejelentett lakcíme, valamelyik fél elhagyja a lakást, ez többnyire a férfi szokott lenni, majd nem egyszer illuminált állapotban megjelenik, hogy ő akkor bemenne a lakásba. Ilyenkor ugye nem szokták beengedni őt, megoldás, kihívjuk a rendőröket, és ilyenkor egyébként itt rossz a tapasztalat, azt mondják, hogy a rendőrök ilyenkor legtöbb esetben próbálnak nyomást gyakorolni az ott lakó félre, hogy engedje be az illuminált állapotban lévő lakcímkártya szerint ott élő férfit. Erre megint csak nincsen jogosultságuk is. Tehát itt azért felhívom rá figyelmet, hogy ez két élesen elváló dolog. Tehát a lakcímkártya az egy közigazgatási aktus, egy közigazgatási eszköz. Az azt a célt szolgálja, hogy az államhatalom, az állam tudja, hogy mi éppen hol lakunk, hol tartózkodunk, adózás és minden más egyéb oka van ennek, de az, hogy mi jogosultak vagyunk-e belépni abba a lakásba, viszont úgy nevezük, hogy polgáriok, hogy van-e jogcímünk arra, hogy használjuk ezt a lakást. Hogyha nincsen jogcímünk, akkor hiába szól oda a lakcímkártyánk szerint a címünk, akkor nem vagyunk jogosultak bemenni. Ugye ilyen jogosultság lehet, hogy tulajdonosok vagyunk, béreljük, szívességi lakás használat és így tovább. Érdekes egyébként, hogy magán a lakcímbejelentő nyomtatványon is rajta van az, hogy a lakás használatára nem jogosít fel a bejelentkezés. Nyilván ez is egy olyan forma nyomtatvány, amit senki nem olvas el. Illetve azért én mondjuk azt az esetet ismerem, amikor valaki mondjuk bérlő, tehát nyilván a tulajdonosnak a hozzájárulása kell ahhoz, hogy én oda bejelentkezzek. Vagy kell, vagy nem kell hozzájárulás. Egyébként azt mondja a jogszabály, ugye van ez a klasszikus nyomtatvány, amit alá kell iratni a tulajdonossal. Itt egyébként nagyon változó az okmányirodáknak is a gyakorlata. Tehát van, aki csak egy tulajdonost, vagy legalább egy tulajdonost kér aláírni, van, aki az összes tulajdonost, van, aki a haszonélvezőt kéri, hogyha van. Érdemes résen lenni, mert magában az okmányirodában, vagy a kormányhivatalban le is kérik a tulajdoni lapot. Tehát ők látják, hogy hány tulajdonos haszonélvező van, és ennek fényébe kérik meg. Ez ugye nehézkes lehet, hogyha mondjuk van 8 tulajdonosa az ingatlannak, mondjuk egy öröklés után mind a 8-uktól beszerezni az aláírást. De van, ahol ezt megkövetelik. Van viszont egy másik módja, hogyha a szerződés, a bérleti szerződés, az úgynevezett teljes bizonyító erejű magánokiratban van foglalva, ennek a klasszikus esete, hogyha két tanú a nevük és a lakcímük feltüntetésével aláírja, akkor külön ilyen bejelentőlap nélkül is jogosult bejelentkezni a lakásba a bérlő. Ezt mondja ki a jogszabály, ezt néha kormányhivataloknál, okmányirodákban nem szokták tudomásul venni, ilyenkor kérni kell írásbeli elutasítást, mert akkor meg kell indokolni, akkor meg lehet fellebbezni. Szoktak attól félni egyébként tulajdonosok, hogy bejelentkezzenek a bérlők a lakásba. Azért nincsenek alapja, mert ugye ahogy beszéltük, maga a bejelentkezés, tehát hogy van oda lakcímkártya, ez nem jogosítja fel őket a lakás használatára. Akkor egy rossz gondolat, egy rossz hiedelem. Igen, ugyanúgy, mint ahogy nem adnak ki, vagy sokan tartózkodnak attól, hogy gyerekes párnak ugye, lakást adjanak ki. Külön védelem nincsen a gyerekes párokra vonatkoztatva. Van most egy ilyen jogszabálytervezet, ami ezt kívánja majd bevezetni, hogy amennyiben megszavazzák, hogy gyerekkel rendelkező párokat nehezebben lehessen kirakni a lakásból, de jelenleg ilyen nincsen.
most elkezdtünk érteni egy egészen más témát, úgyhogy most gyűlnek már a témáink a következő adáshoz. Viszont visszatérve a kutyás szomszédságnál említetted a kerítés kérdést. Na most mi a helyzet a kerítésed? Kötelező építeni nem kell? Milyen jogszabályok vonatkoznak a kerítés építésére? Helyi jogszabály kötelezővé teheti a kerítésnek az építését, alapesetben nem kötelező. Uh-huh. Azt mondja, hogy kinek, amennyiben kerítést emelnek, kinek kellene, hogy melyik kerítésrész tartozik igen. hozzá. Itt sok speciális eset van, én a legklasszikusabb, tehát úgymond egy utcában egy köztes házat mondok. Itt az a szabály, hogy az utcafronti kerítést kell a tulajdonosnak megépíteni, hogyha szemben áll a házzal, akkor a jobboldali okay. kerítést, illetve a hátsó kerítésnek a felét. Tehát ezeket kellene neki csinálni, az megint egy másik szabály, hogy a kerítésnek az teljes egészében a saját telken kell állnia. Ez nagyon nehéz egyébként, meglepő, de nagyon nehéz úgy kivitelezni, hogy valóban saját telken álljon. Ugyanis a Magyarországon a telekkönyvi rendtartás az a 19. század közepén végén alakult ki, akkor ilyen régi megsárgult térképek alapján szépen felmérték a települést, és kirajzolták a helyrajzi számokat. Nagyon praktikusan csinálták, a templom volt az egyes, és elkezdtek körbe menni a templomtól kezdve. Úgyhogy megnézik, ezért van az, hogy a templomhoz közel lévő házaknak alacsony a helyrajzi száma. Ezt szépen lerajzolták, és később, amikor digitalizálták 70-es, 80-as, 90-es években ezt a nyilvántartást, ezeket a nagyon régi térképeket szkennelték be gyakorlatilag. Már eleve az ugye egy kétséges állapot, hogy mennyire voltak pontosak a régi térképek, másrészt, hogy milyen vastagon fogott a ceruza, mikor fogták őket. Azt lehet elmondani, hogy körülbelül 30 centi tűrés határ van az egyes telkeknél. Ez mondjuk egy átlagos kerítés szélesség, tehát hogyha még a térkép szerint rajzoltam is fel kerítésnek a vonalát, akkor is átcsúszhatok a szomszéd telkére. Az egy másik dolog, hogy itt ülőn is egyébként elég sok helyen előfordul, az Ócsai út környékén több utca el van csúszva körülbelül egy méterrel, tehát hogyha kiméretjük mondjuk építkezésnél a telkünket, ez sűrűn előfordul, mert most már GPS-szel tűzik ki a házaknak a sávalapját, azt vehetjük észre, hogy mondjuk egy méterre belóg a szomszéd háza a mi telkünkre. Igen ám, csak a másik oldalon meg a mi házunk lóg be, vagy a mi telkünk igen. a másik vonalára, tehát itt arról van szó, hogy egy egész utca el van csúszva. Mi a helyzet akkor, amikor a telekhatáron álló ház tölti be a kerítés funkcióját? Igen, ez egy régi megoldás, ugye a településképi rendelet az valamiért szeretné is konzerválni sok esetben ezt az állapotot, nagyon nem praktikus. Régen ez ugye azért volt jó, mert megspóroltak igen. x méter kerítést, de ugye itt van egy PTK-beli szabály, hogy ilyenkor be kell engednünk a szomszédot, a mi telkünkről, hogy a saját házát karban tartsa. A PTK az nem szól arról, de ez nem kötelező egyébként, hogy ingyenesen történjen, mert ugye nem egyszer ott növények vannak, letapossák a rózsát és a többi, esetleg szabadságot is kell kivenni, mert mondjuk nem ő karban tartja, hanem valakit megbíz, aki nem dolgozik hétvégén. Tehát ez egy tűrési kötelezettség, nem mondja semmi, hogy ingyenesnek kell lennie, az viszont biztos, hogy valóban be kell engednünk, tehát ebből előbb-utóbb konfliktusok lesznek. A másik gyakran előforduló konfliktus ezzel kapcsolatosan, ugye szigorodnak az energetikai előírások, követelmények, a gázárak viszont növekednek, tehát többnyire az emberek már felmérték azt, hogy érdemesebb talán szigetelni. Ugye, hogyha egy telekhatáron áll pontosan egy ház, én arra ráteszek mondjuk 10 centi átlagosnak mondott szigetelést, plusz vakolathálózás, stb. Ott vagyok, hogy 12 centit elveszek egy ház hosszon a szomszédomtól. Én ezzel egyintenék, azt mondom, hogy hát jó, vigye egészségére, de ugye itt valaki kiszámolja, hogy itt mondjuk egy átlagos családi háznál teljes 6 négyzetmétert elvesz tőle a szomszédja, és ez tűrhetetlen minden tekintetben. Úgyhogy még akár 20-25 ezer forintnyira is meg tudja károsítani a mostani négyzetméter árakat alapul véve. Ugyanez a probléma egyébként az utcafronti épületekkel is, mert ott meg az utcából vesszük el. Tehát most pontosan utcafronton van, de hogyha föltesszük a 10 centi szigetelést, akkor ugye az utcából vettünk le, ami viszont közterület, tehát magántulajdontárgya nem lehet. Igen. Tehát nem praktikus szerintem semmilyen szempontból, remélhetőleg ezek a építési módok megszűnnek. Ami szintén gyakori és visszatérő probléma szokott lenni, pláne egy vidéki kisvárosban, tehát hogy nem belvárosban élünk, hanem kertváros évezetben, az az állattartás. Hát erről beszéljünk néhány szót, hogy ilyenkor mi a helyzet.
Igen, itt van egy nagyon... meg a szag esetleg, vagy zavaró bármilyen állat a szomszédban. A szaggal kapcsolatban nagyon érdekes, hogy hallgatom, itt korábban dolgozatot, ott az volt a címe, hogy az ügyintéző óra, mint bizonyítási eszköz, tehát hogyha a szomszédban túl sok állatot tartanak, valóban van a jegyzői hatóságnak egy ilyen jogköre, hogy kimegy és beleszagol a levegőbe, ez alapján dönti el, hogy túl büdöse, nem túl gyakran alkalmazott, és hát ugye nehéz exakt mértéket megadni, bár a bűznek egyébként van mértékegység, az olf, de ebben nem menjünk talán bele. Tehát alapvetően ugye kertvárosban vagyunk, itt az a aranyszabály, hogy a szokásos mértékű állattartása az megengedett. Tehát ami az adott környéken szokásos, itt kertvárosba bele kell férnie egy-egy sertésnek is, akár esetleg birkáknak, kutyáknak, mindenféleképpen macskáknak is. Van egy nagyon érdekes film, egy Adam Sandler film, abban ott a kutyának kiveszik a hangszálait, mert túlzottan hangosan ugat. Szerencsére ezt a magyar jogszabályok nem engedik meg. Tehát az, hogy egyébként mi minősül helyben szokásos állattartásnak, itt tényleg nagyon nehéz egy konkrét mértéket mondani. A 80-as évekből van egy esetünk, ami azt mutatja meg, hogy mi az, ami már biztosan nem fér bele. Ebben az esetben az illető egy, azt hiszem, hogy 20x100 méteres fólia sátrat húzott fel a saját egyébként üres telkére, 3 darabot, és mind a két végére az egyikbe egy fújó, másikba szívó ventilátorokat rakott, és nem sok, mindössze 3000 csirkének a felnevelésére vállalkozott. Ezek undorítóan néztek ki már maguk a sátrak is, és hát a szagról meg az egészségi kockázatokról nem beszéljünk. Itt a bíróság egyébként azt ítélte meg, hogy azt hiszem, hogy 20-30 csirkét tarthatott meg, mert az volt a helyben szokásos mérték, de ilyen ipari jellegű csirkenevelés az nem folytatható. Nyilván azért a tartásnak vannak feltételei, tehát most beszélünk a disznóról, hogy milyen távolságra legyen például a szomszéd telektől, vagy a lakóháztól, tehát gondolom azért erre vannak szabályozások. Vannak szabályok, de a szabályozásokon túl is van egy ilyen zsinórmérték így a birtokvédelmi kérdések kapcsán, amit azt mondjuk, hogy szükségtelen mértékű zavarástól, tehát a szükségtelen zavarástól kell tartózkodnunk. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy figyelemmel vagyunk egymásra. Nyilván, hogyha én nem értek vele egyet, de ugye lehetséges havonta egyszer égetni. Havonta egyszer lehetőségem van égetni, hogyha ki van terítve a szomszédnak a ruhája, ami éppen száraz, az át fogja venni a füstöt, átmoshatja újra. De ugyanúgy, hogyha én kerti partit tartok, bográcsozunk, hangosak vagyunk, szól a zene, persze zavarom a szomszédot, de mondjuk egy nyáron megtartok 2-3 ilyen estét, valószínűleg ez még az emberi együttélésbe bele kell, hogy férjen. Nekem nyilván esetleg egy nagyon szép gesztus, hogyha esetleg szólunk a szomszédoknak, hogy most van egy éppen egy persze, ez mindenféleképpen az emberi együttműködés a sokat tud segíteni ezeken a helyzeteken. Szükségtelen zavarásra annyira kell csak gondolni, hogy amennyiben többféle módon megvalósítható egy cselekmény, legyen az egy disznóvonnak a létesítése, hogy azt tehetném több helyre, és ilyenkor csak azt nézi meg a bíróság, hogyha nehogy Isten perre kerülne a sor, hogy lehetett volna olyan megvalósítás, ami kevesebb bosszúságot okoz a szomszédnak. Tehát mondjuk, hogyha nem pont az ablak alá rakom, mert van egy nagy telkem, hanem a teleknek a végébe, hogy ez nyilvánvalóan kisebb bosszúságot okozott volna, és erre az esetre akár el is tilthat a bíróság ettől a cselekménytől, vagy elrendelheti, hogy szüntessen meg a disznó volt, ami ott van, vagy pedig pénzfizetésre kötelezhet. Mondjuk a hétvégi fűnyírás, illetve a hangoskodás, nyilván most a nyári időszakban nyitva vannak az ablakok, tavasszal már ugye jön a jó idő, és be kell tartani nyilván azokat a helyi rendeleteket, hogy mikor lehet hangoskodni, olyan eszközöket használni, ami nagy zajjal jár. És ezeket, ha valaki nem tartja be például, akkor mit tehetnek a szomszédok? Ha ezt nem tartják be, tehát az úgynevezett helyi csendrendeletet, ennek ez a neve, nem szeretjük ezt az összefoglaló nevet, mert nem csak erről van szó, tehát a közösségi zavarásával összefüggő magatartásokról szól. Nem tartják be, akkor megint csak jegyzőhöz, vagy súlyosabb esetben a rendőrséghez tudunk fordulni. Itt amúgy rendőr intézkedhet, mert szabálysértés is megvalósul. A tapasztalat az, hogy egyébként működhetne, mert amennyiben nem tartják be ezt a rendeletet, akkor a jegyzőnek van bírságolási jogköre, és egyszer-kétszer kifizeti az ember a bírságot, a harmadszor már nem fogja, hanem abba fogja hagyni a cselekmény, mert nem kellemes ilyen bírságokat fizetni.
A tapasztalat az viszont, hogy nagyon megromlik, ezután még jobban megromlik, ha lehet azt mondani, a szomszédoknak a viszonya, tehát én azért óvatosságra intenék ezzel kapcsolatosan mindenkit. Nyilván szerintem is az első a kommunikáció, valószínűleg, hogy inkább átszólok a kerítésen, vagy becsengetek a szomszéd, és megkérem rá. Igen, hogyha megkéri, az a jobbik megoldás, itt mindig hangsúlyozunk, hogy lehetőleg ne kerüljön sor tetlegességre, attól bármilyen másik megoldás jobb. Igen. Az önhatalmat egyébként is tiltja a jogszabály, arra csak akkor van mód, amikor más birtokvédelmi mód az a birtokvédelmet meghiúsítaná. Erre egy klasszikus példa van, kikapják az mobiltelefont az utcán a kezemből. Ugye elég furcsa lenne, hogyha én szaladnék a jegyzőhöz vagy a bíróságra, mert addigra már rég elfutott a telefonnal. Ebbe odáig megy egyébként a bíróság, hogy amikor a józanésznek talán egy picivel ellenmondva, még könnyen át lehetne hidalni, el lehetne kerülni ezt a birtoksértő magatartást, vagy meg lehetne szüntetni, akkor is kiköveteli, hogy forduljunk bírósághoz. A tavalyi évben történt egy nagyon furcsa eset, ez egy régi típusú társasház volt, ahol közös WC jutott a lakásokra, itt két lakásra jutott egy WC. Az egyik tulajdonos gondolt egyet az egyik éjszaka, és szépen elgipszkartonozta a WC-t, saját használatúvá tette. Bocsánat, nem is kartonozta, falaszta. Lényeg, igen, nem igazán változtat. Kicsit, igen. Elfalaszta az éjszaka folyamán, majd reggel ugye ébredt a szomszéd, hát ő használta volna a mosdót, nem tudta. Egyébként ő egy kőműves volt, tehát ő szépen leballagott az autójához, fölhozta a kis 10 kilós kalapácsát, és ott nyomban szétverte ezt a falat. Ezután indult ellene egy per, azt mondta a másik fél, hogy itt nem volt jogos a birtokvédelem, plusz megsértette a családhoz, az intim szférához való jogát, ugyanis a másik ajtót, ami a szobáját határolta, azt emiatt ugye megszüntette, pontosan azért, mert a WC-nél már rakott be egy ajtót, illetve ott volt a fal. És ezáltal ő azt mondta, hogy hát meglátta az intim szféráját az, aki szétverte ezt a falat. És érdekessége a dolognak, hogy a bíróság igazat adott neki, tehát azt mondta, hogy itt a birtokvédelemnek a célja az elérhető lett volna jegyzői úton is, illetve bíróságon is, mert a fal az ugyanott volt. Hát persze, csak akkor egy-két hónapig nem tudta volna használni a WC-t. Nem mondom, hogy tudok azonosulni a döntéssel, de ez volt a jogerős döntés. Mi van akkor abban az esetben, hogyha a szomszéd mondjuk építkezik, mennyire tudunk ebbe mi beleavatkozni, vagy beleszólni a tervekbe, illetve az építkezésbe? Hát a legtöbb építkezés most már úgynevezett egyszerű bejelentéses építkezés, de a szomszédnak nincsen beleszólása, mondhatjuk így összefoglalóan, mert erről van szó. Úgy mondjuk ezt az igazgatás jogilag, hogy nem ügyfél az eljárásban, már pedig ha nincsen ügyfél, akkor nincsen se véleményezési, se aláírási joga. Én azt mondom, hogy szerencsére, mert azért valójában legtöbben nem vagyunk se építési szakemberek, se jogászok, de még ha azok is lennénk, elfogultan nyilván nem tudunk nyilatkozni a szomszéd házára. Egyik ilyen esetünk az Balatonnál történt, meg ott nagyon szeretett volna a szomszéd belefolni, mert biztos volt abban, hogy bordélyházat fognak üzemeltetni, mert valahogy megkapta a terveket, és látta, hogy minden szobához tartozik fürdőszoba. És mondta, hogy hát ez egyértelmű célszolgál. Egyébként nem erről volt szó, egy gazdagabb, jómódúbb házaspár építette, és minden fiának szeretett volna saját fürdőszobát. Itt ugye nyilvánvalóan egy másfél évvel meghosszabbította volna az egész eljárást, az, hogyha a szomszédnak hozzá kell járulni, bele kell egyezni az építkezéshez. Úgyhogy szerencsére nincsen ilyen jogosultsága, a jogszabályokat pedig a hatóságnak kell betartatni. Ez egyébként nem akadályozza meg abban, hogy amennyiben mondjuk beleavatkoznak az intim szférájába ezzel, mondjuk túl közel raknak egy ablakot az ő napozó részéhez, belső udvarához, és ez őt zavarja az intim szférájának a megfelelő módon történő kihasználásába, ő ugyancsak emiatt az úgynevezett szükségtelen zavarás miatt élhet kártérítési igényel a szomszéddal szemben. És milyen igények merülhetnek fel ilyenkor? Alapvetően kétféle igényünk lehet, van az a vagyoni sérelemért és az úgynevezett nem vagyoni sérelemért, ez a sérelemdíj vagy nem vagyoni kártérítés, teljesen mindegy, hogy nevezzük. Az első, tehát amikor a vagyonban áll be az értékcsökkenés, az egy egyszerűbb eset és van is bőven gyakorlata, ez főleg a budai hegyekben alakult ki, ugye megvettünk egy szép házat, volt gyönyörű kilátásunk, vagy Balatonnál pontosan ugyanez, majd egyszer csak a szomszéd odaépített egy indokolatlan három emeletes házat, és elvesztettük teljesen a kilátást. Itt ugye a tereknek az értékét korábban pontosan a kilátás is adta, hogy gyönyörű helyre néz a mi szobánk, a lakásunk. Ilyenkor magáért ezért az értékcsökkenésért lehet
kártalanítást kérni, vagy bocsánat, kártérítést, pontosan azért, mert meg kell vizsgálni, hogyha szükséges volt ez a zavarás, tehát máshogy, mondjuk az építési szabályok miatt nem lehet megvalósítani, akkor nem jár ez a kártérítés. Ha viszont lehetett volna kevésbé zavaró módon építkezni, akkor lehet kérni ezt a kártérítést. A nem vagyoni kártérítés, vagyis sérelendé pedig az intim szférának az elvesztése miatt következhet be. Tehát a szomszéd egy hatalmas ablakot tesz arra a falra, ami a mi belső udvarunkra néz. Ugye megint csak itt bejön a szükségtelen zavarás, mert kérdés, hogy miért volt erre szüksége, erre a nagy ablakra. Ha ez építészetileg vagy más módon indokolható, esetleg eltakarja, vagy tejüveget rak be, bármilyen más módon át lehet hidalni ezt a intim szféra megsértését, akkor nem ítélik meg a sérelem díjat, de egyébként az a tapasztalat, hogy egyre sűrűbben megítélik. Hogyha zavaró szomszédokról beszélünk, akkor nem biztos, hogy magánszemélyekről, vagy pedig családi házakról teszünk említést. Egyre inkább akár a terjeszkedő ipari parkok, vagy bármilyen raktáráruházak is okozhatnak nagy fejtörést a közelben lakóknak. Mit tehetnek mondjuk azok a lakók, akik egy ilyen helyzetbe kerülnek, hogy a közelükben kialakult, felépítettek egy olyan monstrumot, ami mondjuk megakadályozza az ő pihenésüket, vagy az életvitelüket nem tudják rendesen folytatni. Igen, hát itt célszerű szétválasztani ugye az építkezés előtti fázisra, amikor még esetleg van mód arra, hogy változásokat eszközöljenek, illetve az építkezés utáni fázisra. Az építkezés előtti fázissal kapcsolatosan megint az az igazság, hogy ugye nem ügyfél az eljárásban a szomszéd. A szomszéd alatt egyébként nem csak a közvetlen szomszédot kell érteni, hanem bárkit, akire hatással van ez az építkezés, tehát 4-5 házzal odébb is szomszédnak számít. De ő nem ügyfél az eljárásban, így az engedélyeztetésben nem szólhat bele. Szerencsére beindult egy olyan gyakorlat, hogy ezek a nagy raktárak és egyéb monstrumok, ahogy mondtad, egyeztetnek a szomszédokkal, lakossági fórumot hívnak össze. Ennek van értelme, hogyha valóban figyelembe veszik az ott lakóknak az érdekeit, mert itt elég sűrűne fordul az elő, hogy egyszerűen csak nem gondoltak valamire. És hogyha egyébként van arra mód, és szándék, hogy változtassanak, még mindig olcsóbb és jobb mindenkinek, mint hogy egy elmérgesedett viszonyt kelljen a későbbiekben rendezni, de itt valójában jogilag nem sok kikényszerítő erő van. A másik eset, amikor már megvalósult az épület, akkor megint csak visszakanyarodok ezt, hogy szükségtelen volt ez a zavarás. Mondjuk a házak mögött járnak el a kamionok, vagy oda világítanak, vagy a raktárnak a világítása van úgy megoldva, hogy állandó félhomály van az udvarokon. Ez mind olyan dolog, hogy meg kell vizsgálni, hogy máshogy megoldható lett volna-e. Mondjuk egy belső szervíz úttal el tudtam volna választani az én közlekedő kamionjaimat a családi házas övezetektől. Amúgy a legtöbb esetben nyilván meg tudtam volna ezt tenni, akár egy kicsivel több költség ráfordítással. Ha én ezt nem tettem meg, holott egyébként lehetőségem lett volna rá, akkor számíthatok ugyanezekre a kártérítési és sérelemdíj igényekre, tehát ugyanúgy ki kell fizetnem. Ugyanez igaz a hanghatásra vagy a más szennyező hatásokra, hogy az emberek nem tudnak emiatt pihenni, mondjuk, hogy túl sok kamion jár arra, nem terem meg a zöldség, a sok benzingőz miatt, ezek mind olyan igények, amikkel kapcsolatban lehet igényt érvényesíteni. A nem vagyoni igényeknél ott még a pihenéshez való jogot is nagyon komolyan figyelembe veszik, tehát hogy tud-e aludni az illető, ki tudja pihenni magát munka után. És itt egyébként nem szükséges az, hogy valós egészségromlás következzen be. Egy állandó szorongás, egy feszengés, egy sok rosszul eltöltött éjszaka, ez mind vezethet oda, hogy sérelemdíj megfizetésére kötelezik az építtetőt. És kihez fordulunk ilyenkor első körben? Tehát maga az épület tulajdonosához, a jegyzőhöz, az önkormányzathoz, kitől kérhetünk segítséget, hogyha valami olyat tapasztalunk, ami nekünk bármilyen kárt is okoz? Igen, itt egy elég furcsa helyzet van. A legtöbb raktár Magyarországon úgy épül föl, hogy nem az a tulajdonosa, aki használja. Ennek különböző számviteli és más okai vannak, amit nem feltétlen kevernék ide. A nemzetközi számviteli szabályok szerint, hogyha én felépítek egy raktárat azért, hogy egy meghatározott cég mondjuk 20 évig használja, akkor ez a nemzetközi számviteli szabályok szerint leasingnek minősül, és ez adózásilag kedvezőbb az elszámolása, mint hogyha én építeném fel. Ezért ugye az a furcsa helyzet jön, hogy mondjuk kim van akármilyen áruháznak a matricája, logója, akármilyen raktáron, de nem ő a tulajdonos. Fontos, hogy ilyenkor a tulajdonoshoz kell fordulni, a tulajdonossal kell felvenni a kapcsolatot,
lehetőség szerint perenkívül rendezni ezeket a dolgokat. Ha nem tudjuk perenkívül rendezni, akkor csak a bírósági út maradt. És ha tudomásunkra jut, hogy az elkövetkezendő pár évben mondjuk valószínű, hogy fog oda épülni a közelünkbe egy ilyen bármilyen raktárépület, megelőzve ezt tehetünk valamit? Javaslatokat tehetünk. Itt megint azt mondom, hogy a jogi lehetőségek azok meglehetősen korlátozottak. Ha már előre jelezzük viszont, hogy amennyiben nem úgy valósul meg az épület, ahogy mi azt szeretnénk, akkor kártérítési és egyéb igényekkel nézzük fel, lézhet szembe a cég, ugye mérlegelni fogja, hogy mi a több, a kártérítés, vagy az, amennyibe ez kerülne. És legtöbbször ugye az elkerülése ennek a kártérítésnek jóval alacsonyabb. Értem. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen azt mondom, a lehetőséget. Nagyon sok mindenkinek hasznos volt ez a beszélgetés. Köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen a figyelmet a nézőknek.